Szerintem azt, amit terveztünk az első fél időben, azt teljesen megvalósítottunk, helyzeteket teremtettünk, gólokat rúgtunk, domináltunk az első fél időben. Meg voltam elégedve többségében az, ami történt első fél időben. Fél időben megbeszéltünk azt, hogy tovább kell folytatni azt a játékot, hogy 0-0 az eredmény, hogy menjünk ki. Elkezdtünk, nem rosszul kezdtünk második fél időt, de utána visszaestünk és adtunk lehetőséget az ellenfélnek egy kicsit megérezni a labdát, megérezni, hogy helyzeteket tud. Ezen teljesen nem vagyok megelégedve. Átelemezünk, átbeszélünk, de mindenféleképpen gratulálok a szurkolóknak, gratulálok a csapatnak az első győzelemhez. Nehezen sikerült, mert a második fél idő nem úgy alakult, ahogy szeretnék, de mondom még egyszer, sok munka van még előttünk, és leszünk jobbak. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiteket, parancsoljatok. Adódtak a mérkőzésen nehéz pillanatok? És ha igen, akkor mikor, mi volt az? Most mondtam el, a második fél idő nehéz volt, ahogy 5 perc elkezdett a második fél idő. Utána átadtunk a kedvezményezést az ellenfélnek, ami nem szabadott volna tenni, és nem ezt beszéltünk meg, szóval elmondtam most az öltözőbe, hogy ezeket a dolgokat félre kell raknunk. És továbbot kellett vinni azt, amit csináltunk az első fél időben. Hiába volt másik fél időben több helyzetünk is, hogy még szerezünk és növeljünk az eredményt, de mondom nekem, nem csak a helyzetek, nem csak a gólok, hanem a maga játék tartalma, jobbat várok, és elkövetem a játékosom, hogy végig az első pillanattól az utolsó pillanatig hajtsanak, menjenek és ne álljanak meg. Köszönjük, van-e még kérdés? Nekünk nincs olyan, hogy 1-2-3, nekünk első az utolsó pillanatig kell játszanunk és dominálnunk kell, ha van lehetőség, több gólt kell rúgni. Nem vagyok meghatározva semmivel. Folyamatosan ezt beszélünk, hogy nem szabad gondolni az eredményre, nem tartunk eredményt, mi futballozunk, főleg úgy, hogy adódott teljesen a mérkőzés, szóval mindegy, átelemzünk ezeket a dolgokat, és remélem minél hamarabb javítunk. Hát örülök, hogy úgy látjátok, de én egy kicsit másképp láttam a dolgokat, és azzal nem voltam megelégedve, ezt mondtam el az előző percekben. Gratulálok még egyszer a győzelem. Győzelem az győzelem, nem kaptam gólt, de játéktartamán javítanunk kell, főleg a másik fél időt. Én elsősorban nem is a mai mérkőzésre szeretnék kérdezni. Tegnap jelentett be a klub egy távozót. Az én kérdésem arra vonatkozna, hogy érkezőt várhatunk-e még esetleg? Ha emlékszik jól, az első forduló után volt egy nyilatkozat itt, nem szeretnék ismételni. Abba a dologba nekünk meg kell találni az egyensúlyt költségvetésbe. Ha az meg lesz, akkor remélem, hogy még egy-kettőt erősíteni. De elsősorban most így van. Köszönöm. Úgy tűnik, mintha nem lennél elégedett a győzelemmel, illetve nem lennél elégedett most ebben a pillanatban a játékkal. Ennyire megfogott ez a második félidőnek a 35 perce? Mert igazából arról meg nem beszélünk, és az előző a kollégát sem beszélt arról, hogy a mérkőzés hajnalában meg megint a DVTK-i volt a mérkőzés. Erre mit már válaszolt? Maximalista vagyok, szeretném, hogy az első, az utolsó pillanatig úgy játszunk, hogy eltervezünk is, hogy meg főleg úgy, még egyszer mondom, hogy az adódott mérkőzés, az ellenfél teljesen megadta az első fél időben, azt csináljunk, hogy amit akarunk, ezt kellett volna folytatnunk. Természetesen ezzel nem vagyok megelégedve, hogy ez nem sikerült. Köszönöm szépen. Egy játékosról szeretnélek kérdezni, hogy jól láttuk-e, hogy a Gerát sérülés miatt kellett lecserélni, és ugye ő kényszerből volt jobboldali védő, ugye Farkas és Csirma sem játékra képes,
Bokost kellett ide becserélni. Ő lett a negyedikem, mert mennyire komoly Gerának ez a sérülése, vagy kell-e még egy újabb jobboldali védőt csinálni valakiből? Rugás kapott, most hallottam az orvosoktól, hogy rugástól nem tudott tovább játszani a Gera. Ugyanez az Alex kért, hogy éreztem, hogy nagyon feszes a hátsó, nem akart megsérülni. Szóval ez a kényszer cserénk volt, mert másképp kicsit terveztem a cserékeket is. Hát vannak játékosok, jó minőségűek, ők rugalmasak, játékosok vannak, szóval meg tudják oldani pozíciókat. A lényeg az, hogy maga a játék tartalom neve változon. Szóval ezért gyakorolunk nap mint nap, hogy aki bárki is beállna, hogy tudjon tartani ezt a szintet, és nyilván ott már az egyéni dolgokon múlik, hogy mennyire jó vagy rosszul csináljon.